Tusványoson vagyunk, az Erdély Café sátorban, ahol Matus Zsolt államtitkár kollégám és jó magam beszélgetünk arról, hogy mire is jók az EU-s alapok, miért kell nekünk, hogy tud nekünk segíteni Erdély fejlesztésében. Az RMDSZ kormányzati szerepvállalása hihetetlenül látszik abban, ami most történik, hiszen az országos helyreállítási alapba Cseke Attila, Táncos Barna, jó magam és sokan mások betettünk olyan nagyon fontos célokat, amelyeket az önkormányzataink fogalmaztak meg, és amitől minden egyes erdély magyar ember fogja azt érezni, hogy kormányon vagyunk, legyen szó iskoláról, óvodáról, bölcsődéről, kórházról, utakról, vagy bármi másról. Kulcsfontosságú pillanatban voltunk ott, amikor az országos helyreállítási terv indult, és az RMDSZ túl azon, hogy a stabilitást jelenti a kormányzatban, pontosan tudja az erdély magyar emberek igényeit, és ezt fogalmazta meg ezekben a programokban. A másik nagyon fontos dolog, én magam is falun lakom, és látom azt, hogy faluhelyen nem olyan könnyű élni, mint a nagyvárosokban. És erre kimondottan koncentrálunk a kis településekre, akár a kis városokra, hiszen mostanáig ők nem kaptak támogatást, tehát senkit nem hagyunk hátra, és igyekszünk mindenhol olyan projekteket támogatni, amelyek a helyiek számára fontosak, és amelyből tulajdonképpen mindenki részesül. Ott vagyunk és elérhetőek vagyunk. Folyamatos a párbeszéd az önkormányzatainkkal, folyamatos a párbeszéd a vállalkozókkal, nem mindent tudunk megvalósítani, természetesen nem tudunk minden igényt kielégíteni, azonban azon dolgozunk, hogy egyfolytában azokat a célokat valósítsuk meg közösen, amelyeket ők tűztek ki saját maguk elé, és amire én személy szerint nagyon büszke vagyok, az az a Hívogató Románia program, ami egyszerre a legnagyobb támogatás az erdély magyar értékeknek is, és úgy gondolom, hogy ezáltal meg tudjuk mutatni országnak, világnak, hogy vagyunk, mi az, amit itt az elmúlt 1000 évben teremtettünk, de ennél tovább megyek, hiszen ez nem elég, munkahelyeket teremtünk, üzleti lehetőséget teremtünk, egy jobb életet teremtünk Erdélyben.